Közel 40-en vettek részt az erőszakmentes kommunikáció címmel tartott képzésen a Keresztúri Művelődési Központban. Az irányzatot Marshall Rosenberg alkotta meg, aki 60 országban, köztük háborús övezetekben segített a konfliktusok megoldásában. Rambala Éva, a zalaegerszegi program vezetője, 5 esztendőn át dolgozott az amerikai pszichológussal. Eszter 2 éve ismerkedik a módszerrel. A pedagógus a tréningeken szerzett tudását a mindennapi életben és a munkája során is tudja kamatoztatni. Jobban megértetjük a gyerekeket, hogyha ők is el tudják mondani az érzéseiket, szükségleteiket, illetve ők is minket jobban megértenek, hiszen minden embernek vannak érzései, szükségletei. Megtanulják a kritikát fogadni, illetve megtanulhatjuk ennek a segítségével a kritikát fogadni, hogy az esetlegesen kialakult árkok ne nőjenek, hanem inkább tudjunk egymáshoz közeledni ennek a segítségével. Helén már első alkalommal kedvező tapasztalatokat szerzett. A gyakorlati feladat során csoportjának egy építészt kellett szembesíteni elrontott tervrajzaival, és egyben megoldást találni a további együttműködésre. Elég sokan vagyunk azok, akik itt küzdünk azzal, hogy a kritika nélkül fogalmazzuk meg a kommunikációnkat. Úgyhogy a délelőtt folyamán ezzel kísérleteztünk, és ezt gyakorolgattuk. Csiszolgattuk, finomítottuk. A tréner elsődleges feladatának tartja, hogy az emberek békés úton tudják rendezni az egymás közötti viszályokat. Számomra az erőszakmentes kommunikáció lényege, hogy hogyan tudom kritikamentesen elmondani azt, ami nem tetszik, hogyan tudok empátiával jelen lenni, akkor is, ha valaki olyat mondott, ami nem tetszik, és egyformán kiállni önmagamért és a másikért. Tehát figyelek nem csak a másikra, nem csak magamra, hanem mindkettőnkre. Nehéz feladat mindezt elsajátítani, ám akinek legalább részben sikerült, javuló életminőségről számolt be. A program egyik fontos eleme, ha gondok adódnak, az embernek azt kell kimondani, amit ő szeretne, és nem azt, hogy mi a baj a beszélgető partnerével.